Jelmezbe öltöztették szülei ezt a kisfiút. Figyelj, 8. üges lé! Itt a 9, itt a 10, ne nézz vissza, csacska csí! Nővére is különleges öltözetet kapott Pécs bányán, ugyanis a legkisebbeknek tartottak zenés, verses, farsangi délelőttöt a helyi közösségi házban. Én nagyon örülök ennek a foglalkozásnak. Nagyon jó, hogy van, mert a gyerekekkel tudunk jönni, lefoglalja őket, és egyébként nagyon jó megmozgatja a gyerekeket. Én szerintem fogok jönni megint, ha nem én, akkor a párommal mindenképp. Na, a gyerekek nagyon örültek neki. Úgyhogy én mindenképp örülök neki, hogy van ez. És köszönjük mindenkinek, aki ezt megszervezte. Ő egy varázsló. Egy szép nagy varázslónak költözött. Ő is akarja megmondani. És a nagy testvér pedig, ő egy méhecskének öltözött. Egy züminek. Mondta ez az édesapa. A környékbeli kisgyerekes családokat várták a baba-mama farsangra január közepén a közösségi ház szervezésében. A Pécsi Ifjúságért Egyesület kért föl minket, a Pécsbányai Kulturális Egyesületet és a közösségi házat, hogy vegyünk részt a TOP maradvány pénzeit takaró, Pécskelet szociális rehabilitációját érintő folyamatban. Mi ennek nagyon örültünk, hiszen ennek valóban a középpontjában a közösségépítés van elsősorban. Nehéz évek vannak mögöttünk, a közösségi házat nagyon-nagyon közvetlenül és nehezen érintette az, hogy nem lehetett nyitva, és nem elveszítette kicsit a kapcsolatát a környéken élőkkel, a pécsiekkel. Persze azért mindent megtett a ház annak érdekében, hogy ne teljesen engedjük el egymás kezét, de most végre eljött a pillanat, és így akkor most már kötelességünk is nem csak, kedvtelés, hanem kötelesség is, ez egy jó inspiráló számunkra, hogy összefogjuk és a különböző generációkat megszólítsuk a környéken. A babák, mamák, ők ugye inkább a délelőtti órákban szólaltathatók meg, vagy szólíthatók meg. Farsangidő van, elmentek a három királyok, és nem is vártunk sokat, és elhívtuk Tamás Évet, aki évtizedek óta nagyon jól szólítja meg ezt a babás-mamás réteget, és papás. Ő igazi mestere ennek a korosztálynak, és ugye a farsang az dal, az mondóka, az egy kis móka, egy kis jelmez, kiléphetünk a megszokott szerepeinkből. Tehát mindezek együtt vannak itt most jelen, tehát van kötelesség, de van benne öröm és móka is. Az utóbbi két évben a Covid-járvány miatt a legtöbb program elmaradt itt, ezért most, amíg lehet, hasonló eseményeket szerveznek, hogy újra élettel teljen meg a kulturális intézmény, így erősítve a helyi közösséget is. Ez